A tilalmi idő alatt a halak szaporodásra és íbásra készülnek. Ebben az időben a halállomány regenerálódik és biztosítja a következő generációk létrejöttét. Tehát a tilalmi időszakok célja, hogy az egyes halpopulációkat a legsebezhetőbb életciklusukban védjék. Ez különösen fontos fészekőrző ragadozók esetén. Február 1-től március 28-ig tilos kifogni a csukát, ami egyébként egy méretkorlátozással védett halfaj. A tilalmi időn kívül a 40 cm fölötti példányok kifoghatók, bár itt is érdemes tájékozódni a helyi horgászrendnek, mert ugyanis előfordulhat az helyenként, hogy a halászati hatóság hozzájárulásával a tilalmi időket kitölni, vagy esetleg rövidíteni jogszabályi lehetőséggel meg lehet tenni. Egy etikus horgász ilyenkor nem horgászik olyan helyeken, ahol várhatóan csuka fog a horgára akadni. Ha ez mégis megtörténik, a halat vissza kell helyezni a vízbe. A csuka a horgászok nemes hala, emberi táplálékként kedvelt, rendkívül tiszta, fehér húsú, ízletes, de szálkás hal. Hús minőségét befolyásolhatja a víz tisztasága, valamint az elfogyasztott kishalak íze is. Húsa kiválóan alkalmas halászlék készítéséhez.